Ez a hangoló a Karcefem reggeli közéleti hírműsora. A mikrofonnál Simon Palov Judit. Új politikai évad kezdődött a hétfői napon. Az országgyűlés megkezdte a közös munkát. A hagyományokhoz hűen a miniszterelnök úr összegezte a két Politikai évad közötti időszakban eltert kormányzati döntéseket, és hát megmondom őszintén, hogy az utána elhangzott azonnali kérdések és interpretációk időszaka az nem volt egy békés leányálom, hiszen ahogyan befejeződött a politikai évad, valahogy ott a nyár elején gyakorlatilag ott folytatta az ellenzék, csak talán még nagyobb vehemenciával támadva a kormányoldalt, és akinek most beszélek, az erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője, aki itt van velünk ma reggel a stúdióban. Szép jó reggelt, szia! Jó reggelt kívánok, szia, köszöntöm a hallgatókat! Ahogy elindult ez az év, hát azért az ellenzék részéről egy picikét több konstruktivitás talán lehet, hogy várhatott volna az ember. Már csak azért, mert egy olyan helyzetben van az ország, ahol talán egy ilyen értelmes elvárás lenne az átlagpolgár szemében, vagy részéről az, hogy, hogy legalább a mi érdekünkben tartsunk össze ott a parlamentben. És hát mégis az történt, hogy elhangzott ez a miniszterelnöki beszéd, amelynek tételesen igyekeztek minden pontját megtámadni az ellenzéki oldalról. Ráadásképpen ugye a szükségszerűség úgy hozta, hogy azonnali vagy gyorsított eljárásban kellene törvényeket elfogadnunk annak érdekében, hogy valahogy boldoguljunk ebben a következő következő néhány hónapban, melyben azért minden valószínűség szerint egy nagyon nehéz időszak vár Magyarországra, meg kéne kapnunk hozzá az uniós pénzeket, ehhez meg kéne hozni döntéseket, és erre is kategórikusan azt mondja az ellenzék jelentős része, hogy már pedig nem vagyunk hajlandóak támogatni azt, hogy gyorsított eljárásban eh, szavazzunk meg, vagy tárgyaljunk meg eh, ilyen fajsúlyos kérdéseket. Hogyan lehet értelmezni ezt a hozzáállást? Szerintem kezdetnek bontsuk minimum ketté, de az is lehet, hogy három részre az ellenzéket. Legyen így. Mert uh, van az ellenzéknek egy meghatározó ereje, ez nyilván a Gyurcsány Ferenc által vezetett demokratikus koalíció, amelynek hosszú-hosszú évek óta mindentől függetlenül, mármint az aktuális döntésektől függetlenül az a politikai krédója, hogy ők semmiben nem kötnek alkot a kormányzattal, tehát ez nyilvánvaló volt, hogyha a kormányzat átmond, akkor ők bét mondanak függetlenül attól, hogy egyébként mi lenne az ország érdeke, mi lenne a nemzet érdeke van az ellenzéknek olyan része, amelyik olyan pártokból áll, akik önmagukat azért nagyon sokszor a, a demokrácia és a jogállam letéteményeseinek tekintik, teszik ezt nulla és 1 százalék közötti támogatottsággal, úgyhogy az 1 százalékban néha már közvéleménykutató jó indulata is benne van. És tőlük azért valóban érdemes lenne elgondolkodni némi konstruktivitáson, már csak azért is, mert azért itt ugye nem lesz majdnem négy évig országgyűlési választás, de a, már csak hatalom technikai szempontból is, ha megnézzük, azért lesz egy fél idő, lesz egy önkormányzati és európai parlamenti választás, ahol azért aki figyelte az elmúlt napok, hetek eseményeit, no a tegnapestét, azért az világosan látszik, hogy meg lett nekik üzenve, hogy ti egyébként nem kellettek az ellenzékbe. Tehát, hogy nekik élethalálharc lenne az, hogy mutassanak egyrészt némi konstruktivitást, másrészt próbáljanak némi önálló arcélt felvenni. Ugye a, csak egy gondolat, hogy azért nagyon sokszor nem beszélünk arról, hogy mi is a, az eredője ennek az egész problémának, amiben most benne vagyunk. Ugye azt szokták mondani, hogy a háború az eredője az egésznek, ez féligasság. A háború önmagában nagyon sok problémát okoz, nagyon sok szenvedést okoz pró és kontra, tehát mindkét oldalon, de azért itt volt egy olyan döntés az Európai Unió részéről, amelyik politikailag és azért sok tekintetben gazdaságilag is szenvedő tette a Európát. Térjünk vissza hozzá majdhogy nem másikat két szóhoz, hogy tegnap este. Ugye, ha jól sejtem, itt egy hosszabb interjúra gondolsz, amelyet a Partizánnak adott Gyócsány Ferenc, aki állítólag egyébként nem az ellenzék vezére, hiszen a felesége az, aki itt az ennyi Kormány miniszterelnökeként előre lett tolva, és csak ott a háttérben legfeljebb jó tanácsokkal simítgatja a DK ügyeit. De most ehhez képest ebben az interjúban azért hát hogy is mondjam, megint kijött belőle a nagyvezér, Vagy te ezt nem így láttad? De valóban, ugye el az tegnap este a Partizán stúdiójában, és adott egy ilyen bő egy órás interjút, ami, aminek azért voltak csomósodási pontjai. Tehát, hogy mire gondolt a költő az interjúban, azért az világos volt, tehát az interjú első mondjuk 20 perce, fél órája azzal telt, hogy a, az elvesztett választásért, ami egyébként az, akárhonnan nézzük számukra egy tragikus vereség, Mindenki felelős, csak ő nem. Felelős a miniszterelnök jelölt, akinek egyébként a White fülők kedvéért jegyezzük meg, hogy a teljes nevét soha nem mondta ki, megint, tehát a jelölt, jelöltünk, miniszterelnök jelölt, után egyszer-egyszer a Péter szó elhagyta a száját, de, de a teljes nevét nem volt hajlandó kimondani, és azért olyan finom utalásokat a, ki lehetett hallani az interjúból, mint hogy... Úgy egyébként szerintem nincs a dékának megkülönböztetett felelőssége a vereségért, ami annak fényében érdekes, hogyha megnézzük mondjuk a, a kutatásokat, a választások óta, akkor ezért van egy 16%-nyi magát kormánykritikusnak nevező, de pártot választani nem tudó választó, akinek egy része nyilvánvalóan azért nem tud pártot választani, mert ő egyébként baloldali vagy balliberális szavazó lenne, de vannak olyan kötőfékek, ami miatt ők nem hajlandóak ezekre a pártokra szavazni, ezek közül első renden van Gyurcsony Ferenc Meg aztán annak a kérdése, hogy miért nem állt senki Márkizai Péter mellett a, az elvesztett választás után. Ugye az tisztázta, hogy ő azért nem állt mert hogy arra kérte az azóta már nem miniszterelnök jelölt, hogy, hogy ne kampányoljon, de hogy a feleségem miért nem állt ugye az volt egy érdekes kérdés, nem mondta ki, de nyilvánvalóan azért nem állt ott, mert pontosan tudták, legalábbis a DK pontosan tudta, a zárójelet megnyitom, azért tudta, mert az egyetlen valóban pártként viselkedő alakulat a DK az ellenzéki oldalon, zárójel vissza. Szóval pontosan tudták azt, hogy ezt a választást el fogják veszíteni. És ők már meggyőződésem szerint ott és akkor arra gondoltak, hogy egy következő kampányra Dobrev Klárát fel kell építeni, és hogyha Dobrev Klárát fel akarják építeni, akkor Dobrev Klára nem állhatott már Kizai Péter mellett egy vesztes választásnak a, az estéjén, mert az egy nagyon rosszul öregedő kép lenne, mondjuk 2024-ben, 26-ban, 30-ban, bármikor. Tehát tiszta alappal igyekeztek kezdeni, az más kérdés, hogy az ország legelutasítottabb politikusaként Gyurcsány Ferenc mennyire tudja a saját személyétől függetleníteni és előtérbe tolni Dobrev Klárát, Úgy, úgyhogy egyébként a Demokratikus Koalíció teljes joggal hívják Gyurcsány pártnak, azzal a különbséggel, hogy most már nem Gyurcsány Ferenc vezeti, hanem Gyurcsány Ferenc és Ferencné vezeti. Egyébként, hogy mennyire nem érzi a saját felelősségét, meg a DK felelősségét ebben a választási vereségben, és mennyire próbálja azt mindenki másra egyértelműen rátolni, azt az is jelzi legalábbis az én meglátásom szerint, hogy amikor például Karácsony Gergelynek a támogatására egy önkormányzati választáson történő főpolgármesteri támogatására került sor, akkor ott például egyáltalán nem fogalmazta meg egyértelműen, hogy a DK egy újabb ciklusra megtámogatná hátulról a jelenlegi főpolgármestert. Tehát én nekem egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha Jakab nem is beszélünk. Tehát gyakorlatilag az ő neve ez elfelejtődött ebben a, ebben a történetben, nem beszélve a Fekete Győr Andrásról, de hogy a legközvetlenebb szövetségeseit mindet gyakorlatilag a háttérbe tolná Gyurcsány Ferenc mondván, hogy ők az Akiket terhel a felelősség az ellenzéki szavazóknak a cserbenhagyásáért. A három dolgot kérdeztél: Karácsony, Jakab és a Momentum, illetve a Fekete Győr András. Itt három igen finom utalás hangzott el azért az interjúban ezekre a. Nagyon finom a, az volt, nagyon <laughs> a, Ugye azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy nem evidencia, vagy nem tudja borítékolni azt, hogy ők támogatják Karácsony Gergelyt egy következő főpolgármesteri ciklusra, azért legyünk egy pillanatra politikai realisták. És mondjuk azt, hogy azért ebben Gyurcsány Ferenc és a DK szempontjából van politikai logika. Tehát a Budapest főpolgármestere a legnagyobb legitimitással rendelkező, közvetlenül megválasztott közjogi méltóság Magyarországon. Hát gondoljunk bele abba, hogy mi a különbség a között, hogyha egy Karácsony Gergely tölti be ezt, a DK szempontjából. Mi a különbség a között, hogyha egy Karácsony tölti be ezt a posztot, és mi a különbség a között, hogyha egy DK-s politikus tölti be ezt a posztot? Vagy egy olyan politikus, ne nevezzük néven mondjuk Bőszanettet, aki ugyan nem DK-s politikus, de hát azért mégis a liberálisok nevű, ma már a DK leányvállalatának számító pártnak a tagja, vagy az elnöke, vagy a vezetője. Tehát ezért az egy óriási különbség a DK szempontjából, vagy óriási különbség lenne, hogyha egy DK-s vagy egy DK-hoz nagyon közeli politikus töltené be a, ezt a pozíciót, nem beszélve arról, hogy ha és amennyiben igazok azok a a sajtóban megjelent plegykák néhány héttel ezelőtt lehetett olvasni róla, hogy a kerületi polgármesteri posztokat is felosztaná egymás között a DK és a Momentum egy-két Tóth Józsefet leszámítva, nagyjából mindenki mást kiszorítva ezekről a hegyekről, akkor vélhetően megint csak a DK indulna a legjobb pozícióból az ellenzéki pártok közül, és azért egy DK-s vagy DK közeli főpolgármester, egy a fővárosi közgyűlésen belül a legnagyobb frakcióval rendelkező demokratikus koalícióval, hát azért a Gyurcsány Ferenc szempontjából egy álomszerű felállás. Tehát, hogy Karácsony Gergely támogatását vagy nem támogatását politikai hasznosság szempontjából abszolút meg lehet magyarázni. A Jakab Péter. Jakab Péter kapcsán azért az nagyon érdekes volt, interjú elején hangzott el, amikor azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy hát az előválasztás intézménye, az egy, próbálom szó szerint idézni, az egy eleve téves logika volt ebben nincs újdonság, mert ezt bemondta Molnár Csaba, bemondta Dobrev Klára, ezt bemondták nagyon sokan, de a Gyurcsány Ferenc hozzátette egy olyat, hogy azért volt eleve téves, mert hogy az előválasztás az arról szólt volna, elméletileg, hogy a legjobb jelölt győzzön, de hát különböző háttéralkuk kötettek. Na most itt azért azt mondjuk el, hogy a legnagyobb háttéralkut azt a DK és a Jobbik kötötte. És a, miért kötötte a legnagyobb háttéralkot a DK és a Jobbik. Ez ennek az interjúnak a fényében válik érdekessé, hogy miért kapott a Jobbik látszólag sok körzetet, de egyébként teljesen esélytelen körzeteket, ha nem azért, mert a demokratikus koalíció már akkor arra készült, hogy egy potenciális ellenfelet azt leszalámizzon, és egyébként ezt látjuk a Jakab Péter és a Jobbiknak a, az egész történetéből, hogy az egyébként sikerült. Tehát, hogy a Jobbik az jelenleg ilyen nulla és 1 százalék közötti támogatottságot tud felmutatni nagyon sok esetben. Azt látjuk, hogy egy potenciális riválistól, ha úgy tetszik, Gyurcsány Ferenc megszabadult. Momentum. A, vagy Fekete Győr András. Ugye azt mondta az egykori miniszterelnök, hogy a Momentum sorsa azon fog eldőlni, hogy képes lesz-e kinőni a generációs párti szerepből. Teljesen igaza van, tegyük hozzá. Tehát a, a Momentum beszorult egy olyan szerepbe, ahol egy időben megpróbáltak generációs politikát folytatni, ahol egyébként nem tudták eldönteni, hogy ők baloldaliak vagy liberálisok, most pedig megpróbálnak kiszakadni abból a bolos katujából, hogy, hogy ők Gyurcsány Ferenc szövetségesei lennének, azután néhány hónappal, hogy közös listán indultak Gyurcsány Ferencel, és by the way, Dobrev Klárával is, mert mind a szerepeltek a listán, és már csak azért is érdekes ez a kérdés, mert hogyha megnézzük az elő, nem Fekete Győr Andrásra gondolok, hanem az előző elnökre Donátonnál, és megnézzük Gelencsér Ferencet, teljesen más politikai habitust képvisel a két jelölt, a két ember. Tehát, hogy először a Momentumnak valóban azt kéne eldöntenie, hogy akkor ő most micsoda. Ő most egy generációs párt, ő most egy baloldali párt, ő most egy liberális párt. Donáltan egy-egy írásából arra is lehet következtetni, hogy ilyen zöld irányba elmozdulnának, bár én ezeket sokkal inkább azzal magyaráznám, hogy a zöld pártok szavazó irányába mozdulnának el, és nem annyira zöld irányba, de szumma szumárum azért itt tényleg nagyon sok esetben Problémák vannak az ellenzéki pártokon belül, amiket nagyon ügyesen kihasznál a DK, és nem veszik észre az ellenzéki pártok, hogy ők egyébként palira vannak véve. Kicsit nagyobb problémáink is vannak, mint az ellenzéki pártok. Például az, hogy isztuk a levét egy háború és a nyomában járó ilyen-olyan politikai döntések gazdasági következményeinek. És hát ezzel összefüggésben a kormányzat úgy döntött, vagy a kormánypártok úgy döntöttek, hogy elindítanak egy nemzeti konzultációs fórumot, ahol monitorozzák, megkérdezik az embereket arról, hogy mi, ők mit gondolnak erről az Európai Uniós szankciós politikáról. És az jutott eszembe, hogy hát nyilvánvaló, hogy az ellenzék ezt a konzultációs folyamatot is azonnali hatállal megtámadta, de láttam Dobrev Klárával még, amikor az árnyék kormányukat megalakították egy interjút, ahol nagyon megütötte a fülemet egy gondolat az ő szájából hangzott el, aminek a lényege az volt, hogy ők azért is ellenzik a kormányzat jelenlegi működési stratégiáját, mert olyan populista módon megkérdezik, megmerik kérdezni, hogy az emberek mit gondolnak, és az szerint alakítják a politikájuk. Már pedig a hatékony és jól működő politikai hatalom Dobrev Klára értelmezése szerint az úgy működik, hogy a hatalom megmondja, hogy hogyan kellene működnie az országnak, és az ország majd idomul. Azért ez egy nagyon-nagyon különböző politikai beállítottság, meg politikai nézőpont az ország szempontjából, vajon melyikre nyitottabbak az emberek? Ti mit mértek például ezzel kapcsolatban? Mert ugye az árnyék kormány arra is folyamatosan hivatkozik, hogy hát egyértelműen látszik az, hogy fogynak a Fidesz szavazói, ahogy jönnek a nehézségek is, ahogy szembesülnek az ő idézetükkel, az emberek azzal, hogy Orbán Viktor becsapta őket az áprilisi választások előtt. Itt megint több dolgot kell látni. Először is a mit mérünk, a, az valóban igaz, hogy van egy vesztesége, egy szavazat vesztesége jelenleg a közvéleménykutatások alapján a kormánypártoknak, de itt azért érdemes néhány dolgot tisztázni. Most nem mennék bele abba a kérdéskörbe, és nem mutatnám azzal a hallgatókat, hogy hogyan épül fel egy pártnak a szavazóbázisa, tehát a, a magszavazó, a peremszavazó és a gyűrűszavazó körül nem kezdenék el itt polemizálni, de azért nyilvánvalóan a fidesz KDMP, vagy leginkább ugye a Fideszről beszélünk, az egy néppárt. Tehát, hogy minden társadalmi rétegből vannak választói. De amit nagyon fontos látni, hogy egy tankönyvi, a gazdasági válságra adott politikai válasz, az úgy néz ki, hogy a kormányzat támogatottsága csökken, az ellenzékénű. Na ez a tankönyvi példa, ez Magyarországon nem így van. A vesztett szavazókat a közvéleménykutatásokban a kormánypárt, de nem nyert szavazókat az ellenzék, ami egy nagyon fontos kitétel. Ugyanis a uh, 16 on van jelenleg azoknak a, az aránya, akik magukat kormánykritikusnak mondják, de nem tudnak választani a mostani politikai garnitúrából az ellenzéki oldalon. Uh, ennek nyilván nagyon fontos részei vannak, nagyon fontos részei, mondjuk nem értenek egyet Gyurcsány Ferenc személyével, a Jobbikkal összefogása, vagy bármivel, de nem tudott profitálni az ellenzék abból, hogy uh, néhány százaléknyi választó az lemorzsolódott a, a kormánypártról. Megint csak tegyük hozzá, hogy azért Ciklus elején, vagy akár ciklus közben az, hogy a, a mindenkori kormánypártnak, és nem csak Magyarországon, bárhol a fejlett világban, a támogatottsága az ingadozik, ez egy teljesen normális dolog. A, ez az egyik része. A másik része a nemzeti konzultáció. Nem volt még olyan, az én emlékeim szerint 2010 óta olyan nemzeti konzultáció, amiről, vagy amire az ellenzék ne csípőből azt mondta volna, hogy hát ez egy populista marhaság. Mert... A, bármilyen kérdésben megkérdezi a kormányzat az emberek véleményét. Legyen ez a migráció, legyen ez a gender kérdés, legyen ez most az energiatikai szankcióknak az ügye. Akkor kapásból az a mondás, nemcsak a DK, de minden ellenzéki állt részre, hogy hát mineket, hát miért kell ilyeneket csinálni, hogy megkérdezzük az embereket. És valóban, amit mondtál, ez egy nagyon különböző álláspont, hogy majd mi megmondjuk, hogy mi a jó, és majd az emberek ahhoz idomuljanak, meg alkalmazkodjanak. Azért itt lássuk tisztán, hogy Dobrev Klára azért mégiscsak egy Európai Egyesült Államokban gondolkodik, ahol az általa elképzelt ideális Európai Egyesült Államokban ez egyébként így lenne. A hatalom megmondja, hogy is lehetne másképp. Mondjuk Brüsszel, hogy akkor ez hogy legyen, és a tartományok, tagállamok, alattvalók, majd mondjuk idomulnak hozzá. Ez az egyik része. A, a másik része, hogy azért ez Nyugat-Európában most is így van. Tehát, hogy lehet azt mondani az ellenzék részéről persze, hogy populista dolog megkérdezni az embereket, hogy mit gondolnak erről vagy arról, de hogy azért tessenek már mutatni egy ilyen nyugat-európai országot, ahol megkérdezték az embereket, hogy mit gondolnak mondjuk az energetikai szankciókról, mit gondolnak a gender kérdéstől. Mert minden az a válasz, hogy jó, hát négy évente el lehet menni választani, és ott ki lehet fejteni, hogy, hogy mit gondolnak a kérdéstől. De nem, ennél azért a helyzet egy picit bonyolultabb, főleg, hogyha azokat a nyugat-európai országokat nézzük, ahol mondjuk 5-6 párti koalíciók vannak. Tehát ott aztán ilyen kérdésekben nem alakul ki egyértelmű a válasz a választások kapcsán. Fél percünk van már csak, és egy nagyon-nagyon rövid választ várok az utolsó kérdésemre. Milyen eszköz lehet egy ilyen szankciókról szóló nemzeti konzultáció a kormány kezében? Mire tudja azt használni, mire lehet az jó neki? Nyilván nem önmagában Magyarország tudja európai politikáját befolyásolni, bár tegyük hozzá, hogy egy ország, egy szavazat elvén működnek azért a külpolitikai kérdések. Egyelőre. E teljes, tehát egyhangúság kell ahhoz, hogy ez megváltozzon. Szóval én azt gondolom, hogy amíg fidesz kdnp kormány van, addig ez így fog működni. De a másik része, hogy azért ez egy nagyon erős érv egy brüsszeli tárgyalóasztalnál, hogy mi egyébként megkérdeztük az embereket, és az emberek ezt mondták. Ti megkérdeztétek őket? Legyen itt a pont ezzel a kérdőjellel a mondat és a beszélgetésünk végén. Erdélyi Rezső ennek a Nézőpont Intézet elemzőjének pedig köszönöm, hogy bejött hozzám a stúdióba. Köszönöm.